ami azon az állásponton vagyunk, hogy a magyar politika arra törekszik, hogy Magyarországon, magyar családokban, magyar gyerekek szülessenek, magyar kultúrában. Ez már a nacionalizmus csúcsa egyébként a balliberális ellenzék szerint, de én még mondok néhány példát, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ahhoz mit szól, és mekkora veszélynek tartja. Nincs apa, anya, csak egyes szülő van, meg kettes szülő. Semleges neműen lehet anyakönyveztetni a gyermeket, semleges nemű öltözőt építenek a fiú és a lány WC mellé az iskolákban, hogy aki még nem tudta eldönteni, hogy fiú vagy lány, az is tudjon öltözködni. És ezek nem valami fantasztikus burleszk regénynek a kiragadott fejezetei, hanem ezek tudománnyá emelve az európai politikának a szerves részeiről. Komolynak hit emberek vitatkoznak, hogy ez így legyen, vagy ne így legyen. Mit tudunk tenni mi kis Magyarországként, mert ha ez ide bejön, akkor nekünk végünk. Ugye ez a gender ideológia, amivel az egyik legnagyobb probléma az, hogy brutális támogatást kap Brüsszelből. Kicsiny, ám hangos érdekcsoportok egyszerűen rá akarják kényszeríteni a világra ezt a szerintem deviáns felfogást. Egyszerűen a természet rendje az, hogy vannak férfiak és vannak nők. Most ebből kifolyólag a család a természet rendje szerint férfi-nő elkötelezett kapcsolata. Most ha ezt a természet rendje szerint, egyébként a keresztény és a római jog szerint létező valóságot elkezdem relativizálni, akkor ezzel a legnagyobb probléma az, hogy nincs vége. Magyarul, ha két férfi házasodik, három miért nem? Akkor milyen alapon büntetik a bigámiát? Hol van ennek vége? Akkor mi az a aberráció, ami ne lehetne házasság? És ezzel az a probléma, hogy tehát ez a szélső liberális őrültség azt a mély szövetét korodálja szét a társadalomnak, amin az egész társadalom nyugszik. Mondok egy példát. Tehát amikor ellenzik az, hogy mondjuk etika tárgy legyen az iskolába, vagy hit és erkölcsnak lehessen tanítani az iskolába. Szétrombolják a családokat. Olyan média műsorokat támogatnak, ami perverziókat mutatnak be követendő példaként. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz a következménye, hogy sérült emberek tömege fog előállni a társadalomban, és egy ilyen Pigmalion effektusként, önmagát beteljesítő jóslatként tényleg egy aberrált világot hoznak létre. Csak az a helyzet, hogy például ez a gazdaság alapjait is tönkreteszi. Hiszen ha nincs egy bizonyos erkölcsi rend, akkor a gazdaság sem képes működni, hát nem lehet mindenki mellé ellenőrt állítani, aztán az ellenőrt, ellenőrző ellenőrt, és így tovább a végtelenségig. Ha nem születnek a családokban egészséges pszichéjű, egészséges fizikumú, egészséges erkölcsi érzékű emberek, és az iskola, család, a média nem ebben az irányba van, akkor maga a társadalom szétesik, a gazdaság szétesik, sőt, maga a liberális demokrácia is. Ugye azon áll, hogy érett, szabad akaratú emberek tudnak dönteni. Hogyha a társadalom széthullik, és az értékrend elveszik, akkor maga az egész társadalomnak az alapjai kérdőjeleződnek meg. Ezért akik ezt fűrészelik, azt az ágat fűrészelik, amit így vagy úgy, de ők maguk is ülnek.